Sürgős reformért kiállt a parkolási rendszer Komáromban, vallják a városvezetők és a városi rendőrség járőrei, vezetői is. A lakótelepek túlzsúfoltak, nem ritka, hogy háztartásonként 4-5 autó foglalja a helyeket a tömbházak előtt, mert sokan nem csak a családi gépjárműveiket, hanem a szolgálati kocsiaikat is szeretik a közvetlen közelükben tudni. Gazdátlan roncsautóból is akad még, és a nem komáromi illetőségű lakosok is sokszor nálunk a járási székhelyen pihentetik a használaton kívüli vagy ritkán járatott gépkocsiukat. A helyben élők pedig esténként nem találnak parkolóhelyet. Nem vitás, a reform elengedhetetlenül fontos és időszerű. Valamit kezdeni kell azzal a jelenséggel, hogy egyre több az autó. Már korábban is kevés volt a hely, de például Komárom az elmúlt 3 éve 2000-el több jármű jelent meg, és közlekedik itt Komáromban. Ebben valamiféle rendet kell tenni, és természetesen a változások mindig kényelmetlenségét is hoznak valakinek. Az új parkolórendszer az egyképkocsis családokat gyakorlatilag nem érinti. A parkolásért minden háztartás természetesen bejelentett lakcímmel szimbolikus árat fizet, ha egy autót használ. Növekszik ez az ár azonban lépcsőzetesen 2-3 vagy több autó esetén. Lehetősége mindenkinek lesz leparkolni, de csak az elsődleges gépjármű kap szinte díjmentes helyet a tömbház előtt. Ha valaki a család második autójával is ott parkolna, többet fizet, vagy egy picivel tovább hagyja az autóját. Gyűjtőparkolók kerülnek kiépítésre, illetőleg gyűjtőparkolókkal is számol ez a rendszer. Ezeken a gyűjtőparkolókon lesz majd kicsit távolabb már, de lehetőség a parkolásra. A szabályozás a cél, mi nem szeretnénk büntetni senkit. Ugyanakkor egy igazságos modellbe szeretnénk a következő években fölvállalni azt, hogy kinek hol van a mozgástere, és mindenki arányosan hozzáfér. Másrészt tovább folytatni ezt a nagyon intenzív parkolóhely bővítést, kiépítést, hogy a komáromiak kényelmesen és szabályosan tudjanak parkolni, és hát azt is kell mondani, hogy a sok év lemaradását, elhanyagoltságát be kell hoznunk, hiszen nagyon hosszú ideig szinte alig épült parkolóhely. Ezt a rendszert több szlovákiai városban alkalmazzák sikerrel. Sajnos elmondható, hogy a lakótelepek ezt a mennyiségű autót már nem bírják el. Nem tiltó táblákkal, hanem parkolótáblákkal próbáljuk szabályozni a parkolást, és egy általános érvényű rendelettel, és főleg egy díjszabás alapú rendszerrel próbáljuk motiválni azokat az autósokat, akinek föltehetően van más lehetősége is, hogy ezt a lehetőséget használja ki. Új Ernő szerint a legnagyobb galibát azok az autók okozzák, amelyeket csak tárolnak a parkolókban, nem közlekednek velük, ugyanakkor a helyeket foglalják. Úgy véli, ezek a gépkocsik az új rendszerrel sikerrel kiszűrhetők. Egy olyan díjszabáson alapuló rendszert szeretnénk létrehozni, ami előnyt teremt annak a csoportnak, akik az adott területen laknak, bejelentett lakhellyel rendelkeznek, és a többi polgárnak is lehetőséget adva parkolásra bizonyos díjszabási sávokat hoznánk létre. Biztosan lesz olyan eset is, aki azt fogja mondani, hogy hát nem biztos, hogy az ember, ez a rendszer rám nézve a legjobb, de hogyha összegezve veszük ezt a rendszert, hasonló városokba, hasonló rendszerek jó hatással voltak a parkolásra. Január 1-től lépne életbe a reform, akkor még csak kísérleti jelleggel. Az új szabályok kizárólag este 6 órától reggel 6 óráig tartó időszakot érintik. A nappali közlekedés változatlan marad, este azonban előnyt élveznek majd a helyben lakók. A városvezetés azt reméli, a Komáromban díjmentes helyi buszjáratok és az egyre csak gyarapodó kerékpárutak is népszerűbbekké válnak az intézkedés által. A komáromi reform tehát január 1-től érvényes. Egy országos parlamenti döntés ugyanakkor már október 1-től tiltja a járdán parkolást egész Szlovákiában. Akár 50 euró bírság is kiróható arra, aki előírást szeg.